került sor a pacsiri túlfürdő műszaki átadására. Pre- és perinatális képzés a Topolyai Egészségház szülészetén. Új jármű az Avina civil szervezet és a Vöröskereszt részére. Bajsa nyílt csapbajnokságának a 6. fordulóját játsszák. Köszöntöm kedves nézőinket, június 20-ai híradónkat látják. Ma délelőtt került sor az újonnan felépült pacsiri tófürdő műszaki átadására. A létesítményt Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, valamint Szombati Zoltán, a pacsiri helyi közösség tanácsának elnöke adta át. Egy kis falu nagy álma vált valóra a pacsiri fürdő megnyitásával. A műszaki átadás már megtörtént, arra azonban, hogy fürödni lehessen a hátunk mögött látható tóban, még várni kell. Az illetékesek szerint körülbelül 2 hét múlva birtokukba vehetik a falubeliek és mindazok, akik ide látogatnak. Pásztor István igen jelentősnek ítélte meg a projektumot. Ez egy jó példája annak, hogy kisközösségi ambíciót hogy lehet pár év alatt megvalósítani. Én emlékszek arra, amikor 2008-ban a Szombati Zoli és a többiek elmondták, hogy belátható időn belül, pár éven belül mi mindenekben gondolkodnak és mit szeretnének megtenni és megcsinálni. És ilyen vonatkozásban hát a termált kút fúrása ennek előzménye volt, és annak következményeképpen most ebben a pillanatban meg tudtuk nyitni ezt a beruházást, amelyik tartalmat jelent. A tartalomteremtés miatt is azt gondolom, hogy ez egy példaértékű beruházás, mert azt mutatja, hogy egy olyan közegben is, mint amilyen pacsér, létre lehet hozni ilyen körülmények között is, amilyenekben most élünk, egy ilyen elképzelést meg lehet valósítani. És azért is példaértékű ez, mert helyi járulékból és önkormányzati pénzekből mintegy 15 millió dinárból valósult ez meg. Azt bizonyítván, hogy egyrésztről ezek a pénzek ilyen körülmények között is biztosíthatók, másrésztről pedig azt bizonyítja ez a megvalósult beruházás, hogy 15 millióból mit lehet létrehozni. A tanácselnök a falusi turizmus fellendülését várja a tófürdőtől, a további tervek is készen állnak. A tónak, tehát magának a gyógyvíznek nagyon jók a jellemzői, ugyanis elkészült a balneológiai jelentés, amelyet egy beográdi orvosprofesszor végzett, és ez a jelentés alapján gyakorlatilag ez nem csak termál, tehát melegvíz, hanem ez gyógyvíz kategóriába esik, ami nagyon fontos, hiszen tudni kell azt, hogy például a Magyarországon a termál fürdőknek a nagy hányada csak melegvíz kategóriába esik, tehát nagyon kevés olyan fürdő van, amely megkapja a gyógyvíz kategóriát. Hál' Istennek a pacséron nagyon jó minőségű vizet találtunk, tele van különböző olyan elemekkel és olyan gyógyhatású elemekkel, amelyek elsősorban a bőrbetegségekre, a sérülésekre, az izomhúzódásokra és a rehabilitációra nagyon jó hatással vannak. A másik fő jellemzője ennek a víznek, hogy nagyon sok ásványanyagot tartalmaz, amely a bőrön keresztül felszívódik. Ezen kívül oldott oxigént is van a vízben, amely szintén a vérerekbe jutva kitágítja azokat, tehát direkt nem a tüdőn, hanem a bőrön keresztül is oxigénhez jutnak ezek. A tófürdő a községi önkormányzat szempontjából is jelentős. Ez megint egy közösségépítő program, tehát úgy, ami Pacsért illeti, illetve az egész községet, illetve az önkormányzatot. Újra egy olyan tartalommal bővült a községnek a projektjei, amely egy szélesebb kört érint, tehát a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, tehát a gyerekek ki tudnak jönni ide pacskolni, az idősebbek pedig ugye gyógyulás szempontjából, illetve az egészség szempontjából el tudnak ide látogatni, de családoknak is van kialakítva ez a hely, ahol minőségesen el tudják majd tölteni a szabad idejüket. Ugye itt Pacséron alakult ki, de Topolyán nem nagyok a távolságok, tehát Topolya község területén belül, úgyhogy bárki ki tud ide jönni, és el tud egy délutánt vagy egy egész napot tölteni,
illetve ami még nagyon fontos, hogy egy turisztikai szempontból is lényeges, tehát remélem, hogy nagyon sok turistát ide fog vonzani hozzánk. A létesítmény Valkai Zoltán tervei alapján készült el. A mai műszaki átadást követően júliusban megnyílhat a tófürdő. Az MNT támogatásával, az Expecto Mentál Higiéni Alapítvány szervezésével a Topolyai Dr. Hadzsi János Egészségház szülészeti osztályán pre- és perinatális képzés vette kezdetét. A Magyar Nemzeti Tanács 2013 őszén 7. stratégiai dokumentumaként fogadta el az MNT népesedési akcióterv 2013-2017 dokumentumot, amely a vajdasági magyarság demográfiai helyzetelemzése mellett konkrét ajánlásokat is megfogalmaz annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösségre jellemző népességfogyást mérsékelni tudják. Az MNT színeiben köszöntetem Jóhordi Léviát, egy szakmai továbbképzés indult Topolyán is, az MNT támogatásával miről is van szó. Gyakorlatilag a demográfiai akciótervnek egy programja valósul meg, az Expecto Mentál Higiéni Alapítvány évek óta foglalkozik pré- és perinatális pszichológiai képzéssel, az egészségügyi személyzet felvilágosításával, azzal kapcsolatban, hogy milyen szükségletei vannak az újszülöttnek, milyen kompetenciái vannak a magzatnak, az újszülöttnek milyen egymásra hangolódás fontos anya és megszületendő gyermeke között ahhoz, hogy egy egészségesebb viszonyrendszer alakulhasson ki a családon belül, hogy egymás elvárásaihoz közelítő rendszer alakuljon ki az anya-gyerek-apa kapcsolatban. A cél persze az, hogy Topolyának legyen egy olyan szülészete, ahova szívesen jönnek szülni a nők, hisz tudjuk, hogy az, hogy hogyan születünk, és az, hogy hogy érkezünk a világba, az meghatározó a személyiségünk fejlődése szempontjából. Ez az egyik legalapvetőbb mentálhigiénis célkitűzése az alapítványnak, tehát hogy szeretnénk egy kicsit bábáskodni a körül, hogy itt egy olyan szülészet jöjjön létre, ahol itt szülni vágyó nők jól érzik magukat, kedvet kapnak ahhoz, hogy akár többször is több gyereket is bevállaljanak, illetve többször is szüljönek. Hogy ez egy teljesen jó hangulatban, illetve hogy mindenfajta kompetencia becsületben tart, vagy tiszteletben tartásával történjen meg. A népesedési akcióterv keretein belül nagy szerepet kap az életvédő és felvilágosító programok megszervezése. A pre- és perinatális képzés célja a születés körül tevékenykedő szakemberek érzékenyítése a magzati lét, a várandóság, a megszületés és a szülés lélektani hatásai iránt, hiszen születésünk és szülésünk körülményei egy életre meghatározóak. Az előadók Magyarországról érkeztek. Az orvosi modell az azt jelenti, hogy a szülést és az egész terhességet terhességnek nevezi. Ez a szemlélet pedig azt mondja, hogy a várandóság az egy természetes folyamat, a szülés pedig nem műtét, hanem az asszonyi testnek az a bizonyos csodája, ami évezetek óta működik. Természetesen orvosként most nem fogom, még csak véletlenül sem az orvosi modellt kritizálni, inkább azt mondom, hogy ez választékbővítés. Ami azt jelenti, hogy nagyon jól megfér egymás mellett a két lábon való járás. Az egyik a klasszikus szülészet ismerete, a másik pedig ez, hogy hogyan tudok egy picit tapintatosabban segíteni az asszonyoknak, hogy igaz-e, hogy mindig abban kell gondolkodnom, hogy milyen veszély leselkedik az asszonyra. Igaz-e, hogy állandóan be kell avatkoznom, hogy elérhessük azt, amit mindjárt szeretnénk, hogy egészséges gyerekek szülessenek, és egészséges anyák hagyják el a kórházakat. Mennyire családcentrikus a topolyai szülészet, ugyanis jelen pillanatban 81 kisbaba született ebben az évben. Hát a mi topolyai szülészetünknek előnye az, hogy kevés szülés van évente, és ebből szeretnénk mi is valami stratégiai előnyt kovácsolni, ugyanis a ritka szülések miatt van időnk foglalkozni a terhesekkel, vagy valamint a szülés alatt végig kísérni az egészet. Nyilvánvalóan orvosi szempontból is fertőzések veszélye sokkal kisebb ilyen szülészeteken, mint nagyobb szülészeteken, ahol évente több ezer szülés van. És úgy látjuk, hogy erre egyre inkább igény is van Szerbia szente, és itt látjuk mi a mi stratégiai helyünket. Nem akarunk mi klinika lenni a klinika helyett, de tehermentesíteni őket a fiziológiás normális szülések számával. A háromnapos képzés témája a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszaka.
A tartományi képviselőházban tegnap elfogadták a tartományi költségvetés átütemezését az árvíz elleni védekezésben résztvevő vízgazdálkodási vállalatok pénzének átirányítására. Zorán Rádoman tartományi pénzügyi titkár elmondta, a költségvetés korlátozott átütemezéséről van szó az árvízvédelmi munkálatok kifizetésére a vajdasági vízgazdálkodási vállalatok számára. A tartományi képviselőház tegnapi ülésén szavazattöbbséggel megválasztották Alekszandár Jovanovicsot a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár helyettesének. Szerbia idei államháztartási hiánya az év végére eléri a 2 milliárd eurót, ami a legmagasabb deficit az ország újkori történetében az 1993-94-es hiperinfláció óta. Milojko Arsic, a Belgrádi Egyetem közgazdaságtudományi karának professzora elmondta, ebben az évben ez a legnagyobb költségvetési hiány egész Európában. Ha nem kezdenek jelentős megtakarításokba és pénzügyi konszolidációba, ez a hiány a következő években is magas lesz, ahogyan az államadósság is, és fennáll a veszélye annak, hogy Szerbia adósságválságba zuhan, hangsúlyozta Arsic. Hozzátette, hogy az előző és a jelenlegi kormány is hatalmas gazdasági reformokat jelentett be, de ezek rendre elmaradtak, így az a kérdés, hogy a befektetők és a nemzetközi pénzügyi szervezetek továbbra is bíznak-e majd a kormány terveiben. A mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium illetékes osztálya megkezdte a bejegyzett gazdaságok részére a műtrágya és az üzemanyag használata után járó támogatások kifizetését. Az úgynevezett területalapú támogatás folyósítása már régebb óta tart. Az Állami Kincstár Szabadkai Fiúk Intézetétől kapott értesülés szerint az üzemanyag költségeinek visszatérítésére eddig 441 kérvényező esetében került sor. Ők összesen 16 millió 600 ezer dinárt kaptak támogatásként, a műtrágya beszerzésének költségtérítését 304 gazdaság számlájára utalták át, ami 20 millió 400 ezer dinárt tesz ki. A területalapú támogatás részeként a hektáronkénti 6000 dináros támogatást a 4500 kérvényező közül eddig 3955 gazdaság megkapta, számlájukra összesen 304 millió dinárt utaltak át. A növénytermesztés serkentésére szánt 6000 dináros támogatást még június 30-áig lehet igényelni, az üzemanyag és a műtrágya vásárlása utáni térítmény pedig november 30-áig. Két jelentős beruházás kezdődött el Kishegyes községben, ingyenes wifi interpontok, hotspotok és térfigyelő kamerák felszerelése. A hotspot helyek kialakítása 495 ezer dinárba kerül, amiből 55 ezeret az önkormányzat fizet önrészként. A térfigyelő kamera projektum összértéke 1 millió 528 ezer dinár, amiből 169 ezer a község önrésze. Ingyenes wifi internet elérhetőség Kishegyesen, a nagyparkban és az autóbusz megállóknál lesz kialakítva, Bács-Fekete-hegyen a színház mögötti téren, Szeghegyen pedig a sportpályák környékén és a központi emlékműnél. Térfigyelő kamerákat Kishegyesen a Vasút utcánál lévő körforgalom mellett a három utca találkozásánál helyeznek el, valamint egyet az önkormányzat épületére, ami a templom irányába fog nézni. Szeghegyen a könyvtár tetején lesz egy kamera, Bács-Fekete-hegyen pedig a Jela vendéglőnél, valamint a Tito Marssal és a Testvériség utcák sarkánál. A topolyai származású, jelenleg Hamburgban élő Tótiseszegi Irén egy új kombijárművet adományozott a Bajsai Avina egészséges táplálkozással foglalkozó civil szervezet számára, azzal a feladattal, hogy a topolyai Vöröskereszt munkájába is besegítenek. A jármű az idős, beteg személyek szállítását fogja szolgálni a nyugdíjas napközibe. Nagy örömünk, hogy be tudjuk mutatni ezt az új autót. Volkswagen Caddy, fél kombi, hétüléses autó, amelyet az Avena úgy kapta, hogy lecseréltünk egy majd 20 éves Golf karavánt, amelyet is Tóth Iseszeg Irén, topolyai születésű, most Hamburgban élő hölgy adományozott abban az időben nekünk, most pedig ezt lecseréltük, azzal, hogy új feladatokat is kaptunk vele. Tehát Irén pár évvel ezelőtt adományozott a Vöröskeresztnek szép pénzösszeget azzal, hogy próbálják megoldani a nappali ellátást az időseknek, a nyugdíjasoknak, a betegeknek. No most, hogy azt meggyorsítja, vagyis biztosítja azoknak az ott létét is, akik nem tudnak ugye messziről, mondjuk rá a vasút másik feléről, vagy más topolyai község helyiségéből bejutni ide. Tehát ezzel az autóval, amelyben 7 utas fér bele, és a sofőr, vállalnánk azt, hogy
amikor szervezett akciók vannak ott a Vöröskereszt nagy termében, vagy esetleg télen majd eset minden nap is, ugye behozzuk az érdekölteket. Az autó egészen új és nagy örömünkre, ugye büszkén bemutattuk ma a Vöröskereszben, így már mégis beszéltük ottan, hogy hogy lesz majd használva ez az autó. Javában folynak az előkészületei a június 28-án szombaton a Topolyai Vásártéren immár 7. alkalommal rendezendő hagyományápoló, a Topolyai Nagyapáti Kukasz Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat legnagyobb tömeget vonzó szabadtéri rendezvényének, a 7. nemzetközi íjász és kézműves találkozónak. Vajdaság legnagyobb íjász, haditorna és kézműves találkozóját ezúttal is kulturális tartalmak vezetik fel 14 órától, 16 órától íjász és haditorna bemutató követi. Az esti órákban a szerep a tűzzsonglőröké lesz, utcabál is szerveződik. Az idei évi újdonságok között szerepel, hogy az IASZ bemutatót követően a vállalkozó szellemű civilek megküzdhetnek a Topolyai Tel Vilmos címért. A közönség soraiból érkező legtehetségesebb IASZ egy évig viselheti majd a megtisztelő címet. A szombati rendezvény június 29-én vasárnap a Cserepesi temetőben található székely sírok felkeresése és koszorúzása követi. A Balassi Intézet támogatásával, Krizsán Szilvia rendezésében hosszú idő után először mutatkozott be színházi produkcióval a Kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola alkalmi színjátszó csoportja. Kipling dzsungelkönyvének a Désgeszti Békés által jegyzett változata elsőre elnyerte a közönség tetszését. A regény musical változatát, mely Dés László zeneszerző, Geszti Péter dalszövegíró és Békés Pál szövegíró közös munkája, már sok színpadon több társulat is nagy sikerrel mutatta be. A Kishegyesi Általános Iskola diákjai azonban hosszú idő után most először vittek színpadra valamit, musicalt pedig valószínűleg első alkalommal. Az előadás előtt a színházteremben Hajvert Ákos, az iskola igazgatója mondott köszönetet a rendezőnek, valamint Szarka László műszaki munkatársnak, Kovács Hanna pedagógusnak és mindazoknak, akik közreműködtek az első nekifutásra is már könnyed és gördülékeny, sőt színvonalas produkcióért, melyet a Balassi Intézet támogatásával sikerült megvalósítani. Krizsán Szilvia elmondta, hogy amikor elvállalta a rendezést, azért döntött emellett a musical mellett, mert ez talán a lehető legtöbb gyereket mozgatja meg, emellett a legtöbb korosztályt tudja foglalkoztatni. Sok gyereknek okoz örömet, valamint sok gyerek ismerheti meg a színház varázslatos világát. Bajsa nyílt csakbajnokságának a 6. fordulóját játsszák ma. Az első táblán a 4,5 pontos Tomik Lajos, a 3,5 pontos Damir Szentével méri össze erejét, a második táblán a 3,5 pontos Pajzer, a 4 pontos Kósa Jenővel. A harmadik táblán a 2,5 pontos Branislav Janjusevic és Tóth Mátyás mérik össze erejüket. A tornát 9 forduló svájci rendszerben játsszák 26 csakkozó részvételével. Szombaton szeles, de egyre derűsebb időre van kilátás. A felhő átvonulásokból csak néhol fordul elő zápor. Reggelre jelentősen felfrissül a levegő, több helyen 10 fok alatt maradhat a minimum. Délután is csak mérsékelten lesz meleg az idő. Vasárnap ismét friss reggelre ébredünk. Napközben napos, gyengén felhős lesz az ég, csapadékra kicsi az esély. Erősödik a nappali felmelegedés. Hétfőn kezdetben napos idő lesz, majd délután megkezdődik a felhőzet növekedése, este nyugat felől már záporok, zivatarok alakulnak ki. Kedden sok valószínű csapadék, a szerda is szeles, borongós lehet. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régió Rádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmünket, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!